Na csácsom is őrészt a csokoládé és traktorkerek, szavaztok gyerekek, ülve a csatornán, képen jelentkezik a következő Seven Days Rai része. Van hang? Van, jó, oké. Kicsit hangos voltam aztán, azért úgy tűnt, hogy és hang. Egyébként ha nagyon sokat gondolkodtam itt a dolgokon, hogy lehet, annyira nincsen nagyon sok wood frame-om, az kellene. Kellene nagyon sok wood frame, mert a keeper abból él. Várjatok? Csináljuk egy 20, nem, csináljuk egy 10 darabot, annál több nem kell. És akkor azt le is dobom oda alulra. És egy csomó ötletem van. Egyébként Banános Joe-ra ráértem, hogy Banános Joe, mondom, hogy a tökölben van ez a dolog, ez a... Nem kell annyira futkozunk, hány óra van, mindjárt lesz őrület. Hát remélem, hogy nem vesznek észre minket a zombik. Ja, nem kéne annyira futkoznunk, mert észrevesznek minket a ombik. A ombik, na figyeljetek, az a szitu, hogy érdekes. Nem látszanak a létrának a izei fokai. Hát... Hú, mindig parázok ilyenkor. Nem tudom, milyen mélyen vagyunk, úgyhogy itten elkezdek kotkodálni lefele. Remélem, van nálam minden, amikor bazza, mert akkor nagyon beszapunk. De igazából kell egy balta, meg frame. Aztán ennyi volt. A keeper akkor nem fél. Na jó, ez egyébként elég sok fényt ad ez. Egy fákját meg lehoztam, akkor tudok azzal is itt dolgozni. Itt ezt kiütöm. Na, kettő sort leütünk. És próbálunk egy olyan, hát megmondom őszintén, örülnék neki akkor egy olyan 10-15-20 blokk mélységnek. A főt beleásva. És akkor onnan fordulnánk efele. Hát bocsánatot kérek, koppogatás lesz a mai részben ezerre. Ja, Banános Joe-val beszéltem, hát a clay az gyakorlatilag a föld. Most már nincs külön clay, hanem igazából mindenhol agyag van. Hó, most picsoda dolgok vannak itt gyerekek, nagyon szuper. Mondom, az igen. A zombik bejönnek, nem tudom mi lesz, valószínűleg meghalunk, úgyhogy ezt így készüljetek, jó? Nem lesz túl bonyolult, instant halál csá. Tényleg nem tudom hány blokk mélyen lehetek, de... Még azért dolgozzunk lefele. Ja, itt haltam meg ezelőtti részbe. Nem nagyon írtatok rá semmit, hát ugye nem az én hibám volt, úgymond. A játék technikai probléma volt, hogy gyakorlatilag leraktam egy rohadt blokkot, azt utána meghaltam. Kaput. Azt mondta, hogy Banános Joe, hogy ő is járt már így. Az történt, hogy ajtót lerakta, vagy ajtóba bánát, becsukta az ajtót, megölt az ajtó. Ilyen dolgokkal vigyázik, hogy jaj, de megijedtem, valami volt ez. Figyeljetek, ide a fakert föl is rakhattam, nem? Amikor koálok lefele, mert ugye most egyelőre jó helyen lenne. Arra nézzé. Föl ne gyulladjon, az a valami. Ez hány blokk lehet? Ez nem sok. Szerintem ez egy ilyen 8-10. Úgyhogy akkor még. Menjünk lefele, szerintem egy 15-20, az a minimum, nem? 15-20 blokknak kéne lefele lenni. Régebben egyébként ugye írta, hogyha észrevettek, nem? Most már nem írja. És már nincs ilyen funkció. Lejjebb megyünk, majd a fákját lejjebb hozom. Most oda lényeg, hogy legyen egy lépcsők lefele, vagy egy létrág. Ezt utána meg majd elfordulok. Ja, egy kicsit néha hülye hangok vannak. Meg a traderhez is el kéne menni, csak még egyelőre nem sok minden traderhetek. Meg kell nézni, mire van ára azt, akkor azt meg elvédi eladni. Ha úgy van. Általában úgy van. Ha nem vagyok a klubban, vagy hogy van az a... Ó, szia, hello! Álljunk össze, mint két kicsi Lego. XP-t kapjuk, az XP-t gyerekek, mint az állat. Ja, azt mondta valaki, nem is tudom ki mondta. Fabian Zsolt mondta talán. Hogy a... Ne fossak. Mert... Ne fossak, mert... Ha meghalok, nem vesztek semmit, csak max az XP egy darabig nem töltődik. Hát mondom, akkor easy mode. Akkor easy mode van. Jó, elérültem, ugye? Jó. Akkor easy mode, gyerekek. Fölfele meg megcsináljuk a létrát, van elég blokkom is. Van elég létrám, mennyi van? 12.
Ja, meg van még egy kis fáb, ugye? Van egy fel, jó. Tehát az éjszaka ilyen lesz. Úgy kell csinálni, lehet, hogy addig, ameddig ez az éjszaka tart, addig kére lefelást. De bártana, hogyha jobb ére leásték, nem? Nem ártana. Nem szopnék állandóan. Igaz, hogy ez ideiglenes bázis, ahogy mondtuk. Azért nem lenne rossz. Várja. Hú, ezek a gyors billentyűk, ezek barha jók. Régebben nem használtam, de ugye például az A-val megjavítja a szerszámodat. És igazából nem kell sehova kattintanod, hogy gyakorlatilag megnyitod az inventoridat, azt A-val meg is javított a csá. Ja, várja. Azt kéne, hogy lejjebb hozom mindig a fuck you-t. Ott oda belevertem egy fölöslegesen egy dolgot. Oda vertem egy lyukat a feleslegesen. Nem oda kellett volna a keeper, hanem ide. Úgyhogy ez ott... Az ott lett. Jó lesz ez, srácok. Ja, ezért nem fogom tudni megcsinálni, nincs farm. Egy felupgrade-eljem, úgyhogy az baj. Az baj. Ja, fát azt hozhattam, buda, jó lett volna. Jó, már jöttük, milyen magas lehet ez? Föl kéne mennem, more. Nehogy beszívjak. Nem fogok tudni befemenni, mert akkor... Nyugtalan lesz a keeper. Jó, oké, várjál. Felrakjuk. Ha nem, akkor nem költ valami magasra. Ide meg nem engel, nem szereti. Ja, mindegy, lejjebb alsok. Csak magam alá be tudok ásni, arra kell lefele, ugye várja? Oké, itt ezt kell ütnem. Úgy hallom, már megint valami zombi ott kirendetlenkedik. Megint olyan, mintha valami zombi rendetlenkedne. Ugye ilyen messziről még úgymond, és hogy mondjam, hogy ne haladszom hülyét, érzékelnek még, ugye. Mennyi idő? Éjfél van. Jó van. Éjfél van, negyedik nap. Igazából akkor még van. Pontosan, hát a negyedik nap egész nap, ötödik nap egész nap, hatodik nap egész nap, hetedik nap egész nap. Még van egy csomó időm, gyerekek. Még ugye ez a negyedik nap is. Ezzel nem nagyon, szerintem nem lesz vele gond. Úgyhogy akkor lehet, hogy egy kicsit lejjebb ások. Nem én. Hadd menjen. Ezt mivel tudom javítani? Csak javító készlettel, ugye? Aha, de olyan meg van. De nem biztos, hogy érdemes egyébként ezeket utána kell nézni. Küzdök, gyerekek, várjál. Jó. Jó helyen ások, ugye? Jó van. Nem tudom, milyen maga, milyen lehetek. Fasz, ugye, gyerekek. Meg tudnám nézni, hogy a térképen írja, hogy magasságot, szintkülönbséget. Csak most nincs kedvem fölmászni teljesen. Egyébként, ja, jó, oké, jó haladunk. Hát ott ütöttem ki egy fölöslegesebb... Fölöslegesen egy plusz blokkot. Jó van, csávok, szerintem még egy... Mondjuk meddig? Hány óráig beszéljük meg ezt a lefelállást? Azt utána megcsinálom. Mondjuk... Hajnali kettőig, oké? Okay? Hajnali kettőig megállás nélkül rendületlenül ásunk lefele. Azt utána megcsináljuk akkor a létrát, és akkor reggelig végzünk is. Jó? Oké, gyerekek. Csak ugye akkor a... Hát, ja... Akkor már meg is van egy rész. Jó, reggel, mondjuk reggel 7-ig, jó? És akkor már kicsit kalandozunk is, ne azt mondjátok, hogy éjszakai részekben mindig csak izé van. Csettegetek. De bocs, de ezt is kell csinálni, craftolni is kell ezzel. Úgyhogy ez ilyen, gyerekek.
Jó, hajnali kettőt mondtam, ugye akkor még biztos, hogy minimum egy blokk az. Még ez kijöhet. És akkor innen fogok már ugye arra felállásni. Hát ha, még talán még több is, várj, a torcsot hozzunk. Oké, gyerekek, jó, szuperek vagyunk. Szerintem ez a mennyiség jó lesz, és onnantól most rengeteg fát kell. Úgyhogy a holnapi nap az valószínű, hogy faketetés lesz ez erre. Tényleg azt kellene gyűjtenünk sokat. Kövem az annyi van, mint a sár. Klét majd valahonnan áshatnék földet, azt akkor tudnék ugye... Az is jó lenne valami ásót csinálni, azt ásni földet rengeteget. Annak is tudnék örülni, kajánk van nálunk. Honnan? Nagyon készül a gyerekek. Na, meg kaját is kell majd gyűjteni, minden van itt, mindent kell csinálni. Megint kidastam fölöslegesen egy... Ezért? Nem, csak olyan az árnyék, ugye? Ja. Hajnali kettőig, tehát akkor igazából ez lesz, jó? Ez lesz az utolsó. Ez lesz az utolsó. Izém. Blokk, amit kiütök. És kettőt elütök arra is. Most sem nem ette meg, várja. Ezt én ki kell ütnem, mert úgy látom, hogy ez nem jó az a magasság. És akkor itt megkezdem befele menetet. Kettő blokknyit, nem sokat, csak kettő blokknyit, hogy tudjam merre kell menni, meg legyen itt egy kis helyebb, hogy a fákját fel tudjam rakni, ha úgy van. Oké? Okay? Értitek? Már megint hülyeséget csináltam, már megint oszt vele. Mindegy. Na várjátok, ha arra kellene, akkor kettő blokknyit kikapnom. Azt még megcsinálom. Hogy ugye legyen helyem úgy létrát is lerakni, meg mindent. Be tudjak ide állni. Mert kövem az lesz bőven. Valószínű betonkeverő kell majd a komolyabb bizony munkához már. Ilyeneket írhattok ám egyébként, hogy mit, hogyan tudok lecraftolni, mert ebben nem vagyok otthon. Jó, ja, és akkor itt megyünk arra be. Hát nem tudom hány blokki, majd megnézzük gyerekek. 2 óra, jó. Körülbelül jól is időzítettünk, akkor megcsináljuk teljesen főig a létrázást. Jó, oké. Okay. Azért kellett ide be tudjak jönni gyerekek. Igazából nagyon fura itt ez a helyzet, de jó van. Na nézzük. Nézzük a izét. Oké, okay. Torcs jöjjön le onnan. És azért kellett ide beásnom, hogy... Na, oda meg... Aha, jó. Jó, ide akkor be tudom rakni a fákat. Na, így, gyerekek. Ide be tudom... Aha, várja, valami el van csösződve. Jó, ott rohadjam meg, gyerekek. Ide lerakok egy fákját, hogy valamit lássak, hogy... Meg a tetején van, ugye. Ízét ezt nem fogom tudni megcsinálni valószínűleg. Felupgrade-elését ennek a cuccnak, mert van 50 darabom. Marha kevés, azt megpróbáljuk egyen, hogy akkor is tudok-e upgrade-elni utána. Ha. Aha, jó van, tudok. Oké, akkor ez így szuper. Na, ott nincsen izé. Nincs frame. Nincs beragva frame. Nincsen more. Itt van beragva, vagy miért nem akar tovább? Itt már létre van. Nem, nincs beragva a frame more. Mi van? Ura jó, hogy nem látok semmit, gyerekek. Miért nem kell ezt a szart? Nem, egyszerűen nem látom. Ah, de van. Csak tovább kell rakni, hülye volt a képet. Meg vagyunk mindjárt. Mindjárt megmondom, hány blokk mély. Mindjárt megmondom, tök egyszerűen hány blokk mély, mert annyit csinál az emberke, hogy kiáll. 2 óra jön egyébként. Kiállsz, megnézed ezzelileg a mapon, van magasságunk, ugye? Van magasságunk? 20-59. Lemegyek.
Azt megint lerakom azt a torcsot. Na, hol van ragla, tesó? Plusz 59 volt, ugye? Plusz 44. Akkor pont 15. Plonty 15, ugye? 15. A 15 blokk mélyen vagyunk. Ez nekem szerintem egyelőre így jó. Tudom, hogy egyébként onnan még érzékelhetnek a zombik, meg ilyesmi. Nem baj, gyerekek. Nem akarok 30 blokk mélyre leásni, azért most bocsássatok meg érte. Na, kicsit összekapjuk magunkat. Meg egy kicsit át is nézem itt a felszerelésemet, jó? Ja, és jaj, a táncoló talpak, vagy táncoló... Nem is tudom, milyen táncoló emberke. Milyen neve a táncoló valaminek? Van szerünk. Írta, hogy... Egyébként ezt nem így kéne berakosgatni, hanem... Így, az csak... Ja... Ja, írta valaki, hogy ebbe föl tudnék forralni vizet abba a cuccba. De hát nem annyira akarok. Na nézzük itt a izéket. Cold resist. Ez jó, mert izé véd a meleg ellen, úgyhogy ez nem lehet rossz. Ez meg tök jó lenne ilyen védelemnek. Csak az a baj, ezeket is mindig megadna az hurcolni. Ez halál. Small stone meg... Hadd vigyek ma. Sör az maradhat. Ez sok dárda ugye, meg nyíl, meg ilyen hülyeségek, üres üveg. Ennek is sok értelme nincsen. És itt viszont van ásom. Lehet, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy... De várj, ez nem ad izét? Ja, ez izé hangot növeli, aha. Heavy armor rating. Hát gyerekek, nem tudom, hogy ezt... Jó, biztos érdemes használni. De ez csak akkor lenne érdemes használnom, megmondom őszintén, most lehet, hogy hülye vagyok. Hogyha kicsit keményebb helyzetben, most nem akarom fölvenni ezeket a sok szart. Ez a puska ugye, de azt hiszem ez lófaszra való. Modifity noise, igazából nem növeli izét a hangot ugye. Növeli a hang, hogy milyen hangos vagy. Jó, egyelőre szerintem más nem viszek. Kajám az hogy áll? Van valami kajám egyáltalán? Tojásom van. Ha nem lesz más, akkor tojás kellene morel. Nézzük meg, alkohol. Most megnézem a kajákat, jó? Van-e kaja? Ezt föl kéne forralni. Ezeket megcsinálom gyorsan, hogy valami legyen, gyerekek. Nem nagyon van kajám, nem? Jól látom, hogy nincs kajám, gyerekek. Most álljátok meg egy szóra. Vak vagyok, nincs kajám. Valaki ordított kéne egyébként. Nem nagyon van kajám. Meg kéne csinálni. Jó, a reggel van, hál' Isten. Főtt tojást csinálok. Itt volt benne a fa, az a baj, hogy... 25 perc, meddig csinálja? 1 perc 52 másodpercig? Igen, és akkor 2 perc múlva ugyan ki kéne vennem, mert különben ott rohad meg a fám. Vagy pedig fognám és kivennék fát belőle. Nem engedi? Nem, csak megállítani, engedni. Igazából mindig annyi fát kellene beraknom. Álljatok. Ezt hogy lehet ketté venni, vagy valami csoda? Shift. Shift jobb gomb, shift bal gomb. Próbálom, csak nem nagyon akar jönni, összejönni. Lehet, hogy csak így inventory-ba kéne pillanat, gyerekek, hogy jöjjek rá. Ez lerakja izére. Aha, ez nem jó. Alt, esetleg alt, bal gomb. Alt jobb gomb. Control jobb gomb, control bal gomb. Semmi, nem jövök rá. Vagy shift-tel is nyomni kell és húzni. Várjál? Nem lehet, fogalmam sincs, hogy lehet szétvenni. Úgyhogy akkor... Be van ragva, itt megy. Jó, hát másfél perc múlva ki kell vennem. Jó van, gyerekek, valami történt ott kint egyébként, mert hallottam, hogy vannak hangok. És egy kicsit tökölészés volt. Hát 7 óráig még itt maradok veletek, ha nem baj. Mert... Miért nem? Ezt meg föl kellene vennem. Mert ugye jót tesz a keepernek. Oké.
Ezt most megvárjam, hogy mi a szar legyen bele, nem tudom. Jó, itt egy fákja. Ezt a fákját leveszem. És szerintem berakom ide. Úgy. Nincs kajám, úgyhogy elképzelhető, hogy el kell mennünk kaját nézni. Hát na, akkor mai cucc az lesz, hogy kaja, kajanézés, esetleg épületekbe, meg fa. Fák fele fogunk irányozni mindenképpen. Az nekünk nagyon kellene. Oké? Okay? Erre így lehet számítani. Sok fa. Hát ki valami kutyák. Mindig a szarok ugatnak. Nézzük, mi a helyzet. 20 másodperc meg jó. Lehet, hogy még is föl kéne öltöznöm keménybe. Valami kutyák vannak, gyerekek. Pazdok, fölöltözök, hallod. Fölöltözök keménybe. Mi az, ami még van nekem olyan? Van ilyen nadrágom. De mondjuk annál jobb nadrágom. Van sisakom. Ez armor alkatrész. Nézzük még mi van. Más nagyon nincs. Melvérbe evem van, ami legjobb, ugye? Na hát akkor öltözünk fel, bazza, mert itt izé van, ordítozás. Na nézzük. És akkor elvileg fel vagyunk öltözve. Mi a melvért, az nem egyenes. Van izé is erre, stat, hogy mennyire vagyunk jók most. Azt tudja mi. Jó, van mindegy. Ez meg stop. Itt meg izé, van tojásunk, ezt felvisszük magunkra, jó? Ezt a kalapot is elviszem, meg a nadrág. A nadrág az hol? Prágban van. Ja, a nadrágot azt felvette a... azzal együtt? Ja, aha! Ja, az jó, akkor. Akkor jó. Na, jó van, srácok, megyünk ki. Körülnézzünk ott kint, hogy mi történt. Valami üvöltözést hallottam. Tudnám mi az. Valakik itt gyilkolják egymást, vagy nem tudom. És valami, mint a kutya hangot hallanék. Na jó, van, oké, letököljünk gyerekek. Azt mondtam, hogy 7 óráig biztos itt el leszünk ezzel. Megyek aztán akkor. Ja, nőnek a kis fáj. Mi van, már nőnek. Legközelebb, merre van fa? Ott van fa, és arra van egy csomó. Úgyhogy arra fogunk menni, oké? Okay? Arra fogunk orientálódni. Útközben, ha van fácska, fácska, akkor is azt is kiütjük, ilyen pici, tudjátok. Inkább menjünk rá a nagyobbak, nem tudom. Ezekre gondoltam, ezekre a szarokra. Nem tudom, ezért kéne megnézni a pia szintet, meg a kaja szintet, ez hol van? Na itt van food. A foodom szarul van. Úgyhogy ehetnék. Ennyit ad? Ja, nem. Ne basszál! Ételmérgezés, hülye vagy? Vész alá, hallod? Ételmérgezés, mitől? Ez a főtt tojás, megcsináltam. Jó, megyünk, azt hiszem volna ez a zöld pirulám, talán az segít. Ó, fiú. Hát ez nagyon beszubiztuk. Ez nagyon becsomisztő, hát nem is tudtam, hogy ilyen van. Már hol az a zöld pirula, vagy micsoda? Az elvileg talán segít. Ez mit ad? Ez gyógyítás, nem? Ez mi? Aha. Másom nincs nagyon olyanom. Hát jó. És itt ugad valami kutya egyébként, meg mindig hallom. És ez marhára nem használt, és még szomjas is vagyok. Gyerekek, bajok nem kicsik. Hülye vagy, mi volt ez a hang, gyerekek? Hallottad ezt, More? Megőrülsz. Egyben másodperc. Gyerekek, itt meg fogok dögleni. De rohadt életbe az a izé. Ez meddig fog tartani rajtam?
Ez. Mi az? Meg fog ölni téged, izé, esélyszerűen. De mi az? Ja, itt van, hallod, mérgezés esély, izé, bazd meg, 4%. De kezdi 4%. Jó, eltűnt, hallod? Ettem valamit, eltűnt. De mi volt ez, gyerekek? És miért vagyok éhes? És 38-ra lement a kaja szintem. Úgyhogy ez nem volt biznisz, gyerekek. Ez nem volt biznisz. Jó van, gyerekek, következő részben várlak benneteket. Be vagyunk kicsit izélve. Tümmerve, meg itt valami hörög, valami kutyaszerű akármicsoda, meg fogunk dögleni, picsába érezem. Na, várlak benneteket a következő részben, császtok!